A Bujék című új magyar vígjáték a teljesen idegenek magyar feldolgozása olyan sztárokkal, mint Lengyel Tamás, Hevér Gábor, Törőcsik Franciska vagy Elek Ferenc. A Telefonok és gazdáik titkait kutatófilm szereplőivel és rendezőjével, Goda Krisztinával beszélgettünk. Egy átlagos kedd este, ha összegyűlik egy baráti társaság, ennyi hívás valójában nem érkezik be. Tehát ez nyilván egy szerzői eszköz arra, hogy ez a film mégiscsak létrejöjjön, de ezt nekünk a szilveszter eléggé megkönnyítette, mert akkor okkalók nélkül hívják az emberek egymást, és boldog új évet kívánnak, és mellesleg erről arról amarról szó esik. Úgy, mint rég, a szemedet nézem, s hirtelen érzem. Na most jöttem ide taxival, és a taxis kérdezte, hogy akkor most hova megyünk, meg csodavéletlenül ismertük egymást még régebről, és mondtam, hogy erre, és ez mi ez, film, de miről szól? Kérdezte ő, és amikor mindenkinek elmondom, hogy miről szól, tehát hogy kitesszük a telefonokat, akkor kivétel nélkül eddig, tehát 100%-ban mindenki azt mondta, hogy így csinálom. Tehát magyarul ez a fajta dolog úgy néz ki, hogy annyira jelen van az emberek életében, hogy a telefon egy picit irányítja az életüket, vagy a telefonban tartják az életüket, vagy a titkaikat, vagy bármilyen dolgot, hogy szerintem emiatt ez mindenkire vonatkozik, és mindenki átéleti ezt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kombinációja annak, hogy ez egy olyan film, ami lehet sírni is, meg nevetni hozzám. Igazából ez a fajta művészet el közel, de valójában nem mondok ezzel nagyot, mert tulajdonképpen minden művészetem valahol lehet nevetni is, jó, most sarkítok, de hogy ez egy általános dolog, és szerintem ez egy ilyen film. Tehát azért lehet, és általában azért lehet ezeken nevetni, mert igaz. Mindenki kiteszi a telefonját az asztalra, és bármilyen hívást, csetüzenetet kap ma este, azt meg kell osztania. Az én karakterem inkább üt el a legjobban az eredetitől, úgy korban is, mondjuk talán így lelki habitusban nem annyira, de azért más a történet. Van egy ilyen korkülönbség a társaság is közte, és van egy ilyen megmentős kapcsolatban van. Azt mondják róla, hogy ő talán az egyetlen negatív személyiség a filmben, én ezt nem gondolom így. Azért van ennyi szenvedély betegsége, és valami olyan komplexus vagy kompenzáció lehet a háttérben, amitől ő állandóan saját magának és a környezetének bizonyítani. Hát ő egy jó, jól menő étterem, nem tudunk meg a magánéletükről, csak ugye mondják, egy jól menő étteremben ő egy séf, talán nem a vezető séf, hanem mondjuk egy szúséf. Elég komoly frusztrációban él a feleségével, elsősorban egzisztenciális dolgok miatt is, tehát az, hogy a felesége jobban keres, mint ő. Ezért aztán azt gondolom, hogy magánéleti, meg talán nem árulok ki a titkot, tehát szexuális problémáik vannak egymással. Csináljunk egy közös selfie. Mi volt oda írva? Hogy dugni akarok. Ki nem? Manapság szerintem szinte mindenki telefonfüggő, szóval az emberek 80%-a szerintem nem egészséges, ahogy állunk a telefonunkhoz, és ugyanakkor nagyon praktikus sajnos. Tehát nekem is olyan a telefonom, okostelefonom van, amivel mindent tudok intézni, útközben elintézem a dolgaimat, e-mailekre válaszolok, ez nagyon jó dolog. Viszont arra próbálok leszokni, hogy mit olyan Facebookot pörgetek, mert ezek olyan dolgok, amikor az ember se nem pihen, se nem dolgozik, hanem csak úgy létezik valamiféle világban, issza az információkat, szerintem ezekre nincs igazából szükség, szóval akkor már jobban tesz az ember, kicsit meditál, szóval ezekről szeretnék, illetve rajta vagyok az úton, és leszokóban vagyok. Nagyon nehezen válok meg a telefonomtól, nehezen tudom félrerakni, mert minden olyan kapcsolt dolog, amiben tevékenyen közre kell működni, az a telefonomon jelenik. Szóval itt mindenki egy szent. Akkor lássuk. Mindenki kiteszi a telefonját az asztalra. Biztos van olyan társaság, akivel belemennék, de szerintem ez nem egy jó ötlet. Mindenkinek megvan a saját élete, a saját titka, és ez így van jól. Nem kell, hogy az embernek minden gondolatát, titkát kitárja a világ elé, a barátai elé, a párja elé. Nincs titkolni valóm olyan emberek előtt, akikkel mélyebb viszonyt tápolok. Egyébként nyilván mindenkinek nem teregetem ki azt, hogy mi van a telefonon van, de bele, szóval nincs a félni van. A saját életemben pontosan tudom, semmilyen konfliktus nem szabad elhallgatni. Tehát én eddig így éltem az életemet, és sok konfliktusba keveredtem, de mindig jól jöttem, én legalábbis úgy érzem, hogy mindig jól jöttem ki belőle, hogy nem elmismásolva volt a dolog, hanem
Mindig jól jöttem ki, az nem teljesen igaz, de a lelkemnek biztos, hogy jó volt abban a dologban. Tehát valamikor, nyilvánvalóan valamikor vesztettem, és az történt, hogy hát ha nem, ha elhallgattuk volna, vagy valamilyen dolog, de ezt én nem szeretem. Nem szeretem, és hogyha ha ki van mondva, rögtön teljesen nyilvánvaló, hogy én ezt az álláspontot képviselem, te azt az álláspontot képviseled, ne kezdjünk el sunnyogni egymás előtt. Tehát én azt gondolom, hogy föl kell vállalni a konfliktusokat. Én szerettem azt az állítást, hogy a teljes őszintesség az időnként tényleg porig rombol kapcsolatokat, mert ebben sok igazság van. Ugyanakkor azt gondolom, hogy van olyan kapcsolata, ami, ahol mondjuk két egymástól elsodródó ember, ha úgy dönt, hogy mégis őszinte egymáshoz és tiszta vizet öntenek a pohárba, akkor ez elkerülhető. Tehát, hogy néha az őszinteség igenis rendbe hoz dolgokat. Egyik sem egy örökérvényű igazság, van, ahol ez igaz, van, ahol a másik igaz. Nekem egy árnyaltabb megközelítés az hozzám közelebb állt. Hallottam, ugye? Egy pár terapeuta, az kell lettek. Csodákra képes. Csak a rendesen megdöngett. Van még valakinek valami bejelenteni valója? Most Gabi, csak hogy tudd. Hát ez kurva jó. Kettesben úgy, mint rég, a szemedet nézem.